Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, 8-5 már az óra, hív benneteket a Tóra, gyertek tanulni. Drága barátaim, várom, hogy bekapcsolódjanak az első tanulótársak, vasárnap van 3 napja nem találkoztunk, 48 órája nem találkoztunk már, nehéz volt nélkületek, remélem nektek se volt könnyű, milyen jó indulatú vagyok. Üdvözlöm Ödön, Szilágyi Tomit, Hipó Radányi Zoli barátomat, a Kemény Mag gyülekszik, Sándor, üdvözöllek szeretettel, Orsi, most már több mint 30-an vagyunk, úgyhogy bőven elkezdhetjük a tanulást. Szép jó estét kívánok, annál is inkább érdekes, mert egy csomó megbeszélni valóban érkezett kérdés is, már látom, hogy itt van az egyik kérdés kérdezője, és beszélni fogok a Frigyládáról is, és nem csak, hogy beszélni fogok a Frigyládáról, tényleg csak röviden már hetek óta ígértem, hanem írtam is egy írást a Frigyládáról, ami megcsodálható most már a lekvárisjam.blog.hu-n. Nem sokára kiteszem az most a tanulás után, nem menjetek sehova, hogy a tanulás után kiteszem a Facebookra, és akkor ott is el lehet olvasni mindent, amit most el fogok most mondani. Jó estét kívánok mindenkinek! Nos, tehát nézzük először a kérdéseket. Jéger Laci barátom, de rég láttalak. Kósa Laci barátom, téged nem annyira régen láttalak már, mint itt az interneten, egyébként régen láttalak téged is. Az egyik kérdést János kérdezte. Kedves rabbi, az lenne a kérdésem, hogy amikor Mózes szövetséget kötött az örökkévaló, mi állt a szövetségben, miről is szólt a szövetség, milyen feladatokat kapott Mózes a Teremtőtől? Hát erre a válasz röviden, nagyon egyszerű. A kedves János, ezt így nem tudom felsorolni neked pontosan, hogy mi mindent, mert erről szól a Mózes 5 könyve. A Tórát, ha elolvasod, akkor abban meglátod, hogy milyen feladatokat kapott Mózes a Teremtőtől, illetve milyen feladatokat kapott a zsidó nép a Teremtőtől. Amit talán még fontosabb, hogy mit kapott, itt üdvözlöm édesapámat, Solyom Zsuzsát, János, Tímát, Toldi Évit, Elvirát, Freund Janu barátomat Miskolcról, Jéger Laci kódolt üzenetet ír, amit most nincs idő megnézni, majd ha vége van a beszélgetésnek, akkor majd megnézek. Szóval, hogy milyen szövetséget kötött Mózes a Teremtővel, erről szól Mózes 5 könyve, ezt el kell olvasni. 613 parancsolatot kapott Mózes a Teremtőtől, pontosabban a zsidó nép a Teremtőtől, ez volt a szövetség lényege tulajdonképpen. A szövetség az nem volt más, mint egy házasság a zsidó nép és Isten között, Mózes vezetésével, erről szól Mózes 5 könyve. A másik kérdés pedig, az a feladat, hogy betartsuk az élet törvényét, a Tórát, miért van szükség a messiásra. Rövid válasz az, hogy nincs szükség a messiásra ahhoz, hogy betartsuk a Tóra törvényeit, mert ahogy mondtam, a Tóra az e világgal foglalkozik, a Tóra törvényei ezzel a világgal foglalkoznak, nem pedig, hogy mi lesz később, mi lesz azután, miután az ember elhagyja ezt a fizikai világot, vagy pedig mi lesz az idők végén majd, a messiás eljövetele után. Nem ezzel foglalkozik a Tóra az evilági törvényeket részletezi. Nincsen szükség ebben a tekintetben a messiásra. A messiásra azért van szükség, mert a teremtés célja, a messiás eljövetelével teljesedik be teljes mértékben, és válik az emberiség, vagy kerül az emberiség arra a spirituális és morális szintre, amelyet Isten a teremtéskor az emberiségnek szánt. Oké. Nos, tehát egy másik kérdés Dani barátomtól. Az volt a kérdés. Lényegében az érdekelne, hogy Isten úgy teremtette az embert, hogy lelkiismerete útján társadalmi szinten biztos ki tudjon alakítani egy olyan törvényrendszert, amely megfelel a noahiták törvényeinek. Az is látszik, hogy fejlődhet az emberiség bármennyi technológiailag, a teremtő iránti vágy megmarad benne, épp úgy, mint például az igazságosság iránti vágy. Azonban azt is látjuk, hogy a kinyilatkoztatás hiány egyik nép sem talált rá a Tóra istenére. Helyette hamis isteneket találtak maguknak, akikben hinni még a nem zsidók esetében is bálványimádásnak és bűnnek számít. Itt sok olyan nép volt, aki időben és térben el volt szigetelve a zsidóságtól, nem haladtak az egyiptomi kivonulás istenéről, vagy az egy istenről. A kérdés tulajdonképpen nagyon jó. A kérdés az a következő. Más szóval, imádom ezt a kérdést. A kérdés az tulajdonképpen azt jelenti, két vagy többféle, hogy is mondjam, szinten lehet ezt megvizsgálni, ezt a kérdést. Az első kérdés az az, hogy várhat el Isten bármilyen törvényt a noahitáktól, azaz a teljes emberiségtől, ugye nem zsidókra is vonatkozik 7 törvény, ezt korábban már beszéltem, van is róla írás a blogon, amelyet noahiták 7 törvényének nevezünk, és ez a 7 törvény, ez mindenkire igaz. Ugye ennek megfelelően, vagy mindenkire érvényes, minden emberre érvényes, zsidóra és nem zsidóra egyaránt, és tulajdonképpen Tulajdonképpen ugye a zsidóság ezért nem egy térítő vallás, mert azt tanítja, hogy nincs szükség ahhoz, hogy az ember nem szükség arra, hogy zsidó legyen az ember, ahhoz, hogy szolgálja Istent, ugyanis mindenki tudja szolgálni Istent, hogyha betartja a noahiták 7 törvényét. Most nem fogom elismételni, mi a noahiták 7 törvénye, de itt a blogon, a lekvárisgen.blog.hu már írtam róla, és beszéltem róla több alkalommal is. Nos, tehát hogy várhatja el Isten, hogy a népek betartsák noahiták 7 törvényét, hogyha nem is tudják? Ha nem tudják, hát Fülöp-szigeteken, meg Indonéziában mit tudják ők, szerencsétlenek? Vagy Pápua Új-Guineában, vagy Ausztráliában mit tudják ők? Most erre több, és akkor ez az egyik kérdés. A másik kérdés, az pedig az, hogy az emberiség fejlődik technológiailag ugyan, de van benne egy teremtő iránti igény. Tehát van benne, az emberek döntő többsége rendelkezik valamiféle spirituális vággyal, vagy nevezzük másként. Az emberek döntő többsége úgy gondolja, hogy az életnek van valami értelme. Ez talán a legjobb kifejezés. És ezzel én ezzel meséskén egyetértek, azt gondolom, hogy az emberek döntő többsége azt gondolja, hogy az életnek van valami értelme. Márpedig, ha az életnek van valami értelme, akkor az kell legyen a lényeg, hogy valami értelme van annak, hogy létezik moralitás. Hogy az emberekben van erkölcs, az emberekben van erkölcsiség, és az emberek törvénykövetők és törvénytisztelők. Mindjárt elmondom, mire gondolok, de először nézzük meg az első kérdést. Hogy várhatja el Isten, hogy betartsák a népek a noahiták 7 törvényét, ha nem is hallottak Istenről? A választ a Talmud adja meg, illetve a Midrás mond egy történetet. A történet szerint a teremtő egy angyala körbe ment minden nép között, mielőtt a zsidóknak adta a Tórát, mielőtt a Szináj-hegyen kinyilatkoztatta magát a zsidó nép előtt, és ugye a Tóra átadásával szövetséget kötött volna, azelőtt minden néphez elment a teremtő. Ugye a Biblia hagyománya szerint, a rabbinikus hagyomány szerint 70 népre oszthatóak a világ népei összesen, tehát 70 ősi, vagy ha úgy tetszik, törzsi nép van. Ez a 70 ősi nép, ez Noénak a 70 darab unokája, mert hogy 70 unokája volt neki, ezt el lehet olvasni Mózes első könyvében. Szóval Noé 70 unokájából származik a 70 törzs. Most a 70 ős nép. És a 70 ős néphez elment a teremtő egy angyala, és mindenkinek felajánlotta a Tórát. Mindenkinek felajánlotta a Tórát, hogy tessék, itt van a Tóra, akarjátok-e vagy sem. És mindenki ilyen vagy olyanokból a Midrás tanúsága szerint visszautasította. Tehát ez nem igaz, legalábbis a Midrás szerint, hogy a népeknek nem lett felajánlva a Tóra. Most, ezt nem feltétlenül kell, ezt a Midrást, hogy szokták mondani? Itt van a feleségem, és akkor most már merek bátrakat mondani. Hogy szokták ezt mondani? Nem kell mindent, amit a Midrás mond, azt nem kell mindent to take on face value, ahogy angolul mondják, szóval nem feltétlenül kell mindent szó szerint elhinni, de a gondolat, a szellemiség ennek a Midrásnak az mindenképpen figyelemre méltó. És ez a szellemiség ez az, hogy a Tóra megkapása, elnézést, ugye magyar tanul fogalmazok, de a Tóra megkapása az nem egy zsidó privilégium kellett volna legyen. Vagy nem feltétlenül kellett volna egy zsidó privilégium legyen. Most mi történt volna, hogyha valamelyik nép azt mondja, hogy igen, nekem kell a Tóra? Nem tudom, de nem is ez a lényeg, mert a dolognak, még egyszer, az ilyen midrásoknak, az ilyen sztoriknak, az ilyen meséknek mindig a mondani valója a lényeg. A mondani való pedig az, hogy a népek, amelyeknek fel lett ajánlva a Tóra, és nem fogadták el, ők azért nem fogadták el, mert érdekelte, hogy mi van a Tórában, látták, hogy mi van a Tórában, és azt mondták, hogy ez nem nekünk való. Az van a Tórában, hogy ne lopj, hogy ne ölj, ne paráználkodj, hogy ne csinálj ezt, ne csinálj azt, szombaton ne csinálj munkát, hagyd parlagon a földet minden 7. évben. Ez csomó, 813 parancsolat, ezek mind megterhelő parancsolatok. De a Tórában mind megterhelő parancsolatok vannak, és a népek ilyen vagy olyan okokból visszautasították ezeket. A zsidók pedig nem nézték meg, hogy mi van a Tórában. Nem nézték meg, hogy mik a parancsolatok, nem érdekelte őket, hogy mik a parancsolatok, hanem azt mondták, ugye azt írja a Tóra, hogy az egész nép, azt írja Mózes második könyv, hogy az egész nép egyszerre mondta, hogy minden, amit az örökkévaló mond, minden, amit Isten mond, nászeven is már, azt megtesszük és meghallgatjuk. Azaz, előbb elfogadjuk, és csak aztán hallgatjuk meg, hogy mi is az. Bármi, ami Istentől jön, az nekünk kell. Mindegy, hogy mi az. Ez volt a hatalmas, ez mutatta az Egyiptomból kivonult generáció nagyságát. az Egyiptomból kimorult zsidó nép nagyságát mutatta az, hogy azt mondták, hogy bármi, ami az örökkévalótól jön, az nekünk kell. Mindegy, hogy mi az. Nem is érdekes, hogy mi az. Függetlenül attól, hogy mi az. Ugye ez a szerelemnek egy elég magas foka, ugye egy házastársi, egy párkapcsolatban is. Ugye korábban mondtam, hogy a tóraadás az egy esküvőhöz hasonlít. Isten és a zsidó nép kapcsolata, mint egy férj és egy feleség kapcsolata. Ugye egy párkapcsolatban is valahogy úgy van az, hogy nem az a lényeg, hogy a feleséged vagy a férjed mit kér tőled, hanem az a lényeg, hogy ő kéri. Azt mondja neked a feleséged, vagy nekem a feleségem, azt mondja, hogy vidd le a szemetet. És akkor én azt mondom neki, hogy de hát, ma már egyszer levitt. A feleségem azt írja, hogy figyel. Jó. Aztán, ez elméletben mindig jobban hangzik, mint gyakorlatban, azért azt szeretném felhívni a kedves tanulóstársak figyelmét, mielőtt mindenki azt gondolja, hogy én egy szuper jó férj vagyok, azelőtt azért meg szeretnék nyugodni mindenkit, hogy elméletben igen, gyakorlatban hagyok magam után kívánni valót, de minden esetre a dolog az abban áll, hogy ha azt mondja nekem a feleségem, hogy vigyem le a szemetet, akkor én ne kérdezősködjek, hogy ezt most miért kell levinni, ma már egyszer vittem le a szemetet, de ez még nincs is tele, még fér bele, bla bla bla. Ezek mind kifogások. Nem ez a lényeg, hogy mit kér, hanem az a lényeg, hogy ő kéri. Az a lényeg, hogy ő kéri. Érted? Az a lényeg, hogy azt kéri, hogy csináld ezt vagy azt. Azt kéri tőled, hogy viselkedj így vagy úgy. És nem az a lényeg, hogy ezt te logikusnak találod-e, nem az a lényeg, hogy te ezzel egyet értesz-e, hanem az a lényeg, hogy ő kéri. A zsidó nép esetében is ez volt a Szináj-hegyen. Azt mondta, minden, amit Isten adni akar, az nekem kell. Függetlenül attól, hogy mi az. Miért? Mert ő kéri. Így tudsz kialakítani egy kapcsolatot Istennel, így tudsz kialakítani egy kapcsolatot egyébként egy másik emberrel is. Úgy tudsz kialakítani kapcsolatot egy másik emberrel is, nohdacu Istennel is, hogyha azt figyeled, ha nem arra figyelsz, hogy mit kér a másik, nem az a lényeg, hogy az, ami fontos számára, az miért fontos, hanem az a lényeg, hogy számára fontos. Igyekszem szót fogadni, igen, a feleség. Igyekszem, hát húha, nem könnyű néha, de hát igyekszik az ember. Egyébként az Isten és a zsidó nép házasságában is, csak úgy, mint bármelyik párkapcsolatban vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Semmi kapcsolat, mindegyik kapcsolatban vannak. Mindenki egy kicsit küzd a saját igazáért. Aztán a dolgok nyugvópontra jutnak, és amikor a dolgok nyugvópontra jutnak, akkor megy tovább az élet. De közben nem szabad elfelejteni, hogy ki a másik. Közben nem szabad elfelejteni, hogy mi történik. Közben nem szabad elfelejteni, hogy ki az, aki kér tőled valamit. Nem kell mindennel egyetérteni. Mint ahogy lehet, hogy ha én írtam volna a Tórát, lehet, hogy nem lettek volna benne olyan parancsolatok, mint amelyenek vannak benne. Könnyen lehet, mert nem kényelmesek. De hát nem ez a lényeg, hogy kényelmes-e számomra vagy sem, hanem az a lényeg, hogy Isten kéri. Most, és akkor menjünk a következő kérdésre, Dani barátom következő kérdésére, ami abban áll, hogy mi a helyzet a moralitással, mi a helyzet az erkölcsiséggel. És hogyha engem... Jaj, de kedveseket ír a feleségem itt nekem. Szóval, hogyha engem kérdezel, vagy engem kérdeztek, akkor én a következő véleményem vagyok. Az egyik legnagyobb bizonyíték arra, ez az én véleményem, lehet, hogy Ácslaci barátom vitatkozni fog itt velem, de én a következőt gondolom. Az egyik legnagyobb bizonyíték arra, vagy legjelentősebb bizonyíték arra, vagy Isten létezésére, az egyik legfontosabb bizonyíték Isten létezésére az a tény, hogy az emberek mindegyikében munkálkodik valamiféle morál, valamiféle erkölcsiség. Ugyanis tegyük fel a következőt, és most tényleg csak elvisíkon beszélgetünk. Tegyük fel a következőt. Tegyük fel, nincs Isten. Tegyük fel, a születésünk előtt nem volt semmi, és a halálunk után sincs semmi. Magyarul nincs lélek, vagy az emberi lélek az ugyanúgy meghal a testtel együtt, vagy nincs is olyan dolog, hogy lélek. Tegyük föl, hogy a világ egy nagy ősrobbanás következtében keletkezett 5,4 vagy 4,7 milliárd éve, különböző molekulák, nem tudom, széthasadtak és egyesültek, és szépen kialakult az élet, majd lett egyszer csak az ember évmilliók vagy évmilliárdok alatt. Tegyük föl, jó? Csak egyszerűen a poén kedvéért. Most, ha ez így van, ha én nem vagyok más, mint 80 kiló hús, és csont, és izom, és nem tudom, bőr, és ilyesmi, ha az emberi test nem más, mint 80 kiló hús, ha én egy, vagy 100 kiló, vagy 60 kiló, tök mindegy. Ha én nem vagyok más, mint 80 kiló két lábon járó hústömeg, akkor tulajdonképpen az én engem semmi nem kéne, hogy visszatartson attól, hogy az érdekeimet maximálisan érvényesítsem, csak és kizárólag a büntetéstől való, a törvénytől való félelem, a büntetéstől való félelem, magyarul. Ha neked van valamid, ami nekem kéne, te egy 80 kiló hús vagy, én is egy 80 kiló hús vagyok. Ha neked van valami, ami kéne, akkor én azt miért nem mehetek oda, és vehetem el tőled minden gond nélkül. Az egyedüli dolog, ami ebben megakadályoz, hogy nem akarok a rendőrségre menni, és nem akarok a börtönbe kerülni. Az egyetlen dolog, ami megakadályoz abban, hogy megöljelek téged, hogyha valami nem tetszik abból, amit csinálsz, vagy amit mondasz, az egyedül dolog, ami megakadályoz engem abban, hogy megöljelek, az mindösszesen csak és kizárólag a börtöntől való félelem. Nem akarok a börtönbe kerülni. Ha és amennyiben én csak 80 kiló hús vagyok. És te is csak 80 kiló hús vagy. Szóval megölni téged, és akkor mi van? Semmi. Hát most vagy előbb voltál, most már nem vagy. Nincs Isten, nincs büntetés, nincs lélek, nincs halál utáni élet, semmi. Mondok egy még drasztikusabb példát. Nem tudom, hogy sikerül-e átadnom a gondolatot. Mondok egy még drasztikusabb példát. Miért szeretem a gyerekeimet? Vagy a szüleimet? Vagy a feleségemet? Miért szeretem? Mit számít nekem egy 17 éves lány, vagy egy 19 éves fiú, vagy egy másfél éves gyerek, kisfiú, vagy egy 20 éves lány, vagy egy 16 éves fiú, az összes gyerekemet soroltam föl, mit számít ez nekem, hogyha ők pusztán húsdarabok, akik előbb voltak, most már nincsenek, amíg az én érdekeimet szolgálják, addig jó, amikor nem szolgálják az érdekeimet, akkor meg már simán elvethetem őket, nem kell őket szeretnem. Értitek, amit akarok mondani? Mi okozza az emberekben az erkölcsiséget, hogyha nincs Isten? Csak és kizárólag a büntetéstől való félelem okozza az erkölcsiséget. Ez az igazság. Köszönöm, Ácslaci, hogy egyetértesz velem ettől, hogy kicsit féltem, hogy nem fogsz. De tudtam, hogy Isten hívő emberként egyetértesz velem, de én azt gondolom, hogy tudományosan sincs erre magyarázat. Egyetlen magyarázatot olvastam egyébként, nagyon őszinte leszek, mert utána néztem, elég komolyan foglalkoztam ezzel a témával, mert egyszerűen olyan, tudjátok, van, hogy tehát olyan egyértelmű ez a kijelentés, olyan egyértelmű ez a dolog, olyan egyértelmű, olyan szinte, tehát hogy egyszerűen nem tudom megérteni, hogy emberek erre hogy nem jönnek rá. Nem tudom megérteni, hogy emberek miért élnek erkölcsös életet, hogyha nem hisznek Istenben. Egyszerűen nem tudok rájönni. Pusztán a büntetéstől való félelem attól, hogy nem kell, hogy erkölcsös életet éljél, csak egyszerűen figyelzel, hogy ne kapjanak el. Ha csak a büntetéstől félsz, akkor ha nem hiszel Istenben, és csak attól félsz, hogy a rendőrség ne kapjon el, ha csak és kizárólag ettől félsz, és nem hiszel Istenben, akkor az egyedül dolog, amire figyelned kell, az nem az, hogy erkölcsös életet éljél, hanem az, hogy ne kapjanak el. Most frankó. Az egyetlen filozófia irányzat, ami erre választ ad legjobb tudásom szerint, Ácslaci, javíts ki, ha tévedek, az úgynevezett humanista irányzat, ami azt vallja, hogy az emberiségben azért van erkölcsiség, akkor is, hogyha nem hisznek Istenben, mert ez az emberek számára leginkább kifizetődő, hosszú távon leginkább kifizetődő életforma. Azaz, és ez egy logikus gondolat egyébként, ez az egyetlen dolog, amiért meg tudnám érteni talán, hogy létezhet erkölcsiség és moralitás a világban Isten nélkül. Ez pedig az, hogy ez az emberek számára a legkifizetődőbb. Ugyanis, hogyha mindenki elkezdene el, ugyanis azért hozzák a törvényeket az emberek, azért hozzák a társadalomban a törvényeket, mert törvények nélkül az emberek felfalnák egymást. És a legkifizetődőbb módja az emberi együttélésnek, a társadalmi együttélésnek az az erkölcsiség és a moralitás. És a törvényesség természetesen. De amit Dani kérdezett arra vonatkozólag, hogy az emberiség fejlődött technológiailag, és hiába fejlődött technológiailag megmaradt benne az istenség iránti vágy, az minden bizonnyal azért van, vagy azért is van, mert az emberekben van egy erkölcsi tartás. Még Pápua Új-Guineában a kanibálok között, a vadonban élő kanibálok között is van erkölcs. Csak az ő erkölcsi mércéjük nem ott húzódik, nem ott van, mint ahol a mi erkölcsi, mondjuk nyugat-európai emberek erkölcsi mércéje van. De nekik is vannak erkölcseik, nekik is vannak szabályaik, nekik is vannak törvényeik. Mert a társadalmi együttéléshez szükséges és kötelező, hogy legyenek törvények. Pont ezt írom, Laci. Még a legprimitívebb törzseknél is vannak szabályok. Ez így van. Tehát valamiféle erkölcsiség van. Lehet, hogy az ő erkölcsiségükből belefér, hogy az egyik megeszi a másikat. Ez simán lehet. De valami erkölcsiség van. És ez a valami erkölcsiség, az én szerény meglátásom szerint, ez abból a tényből fakad, hogy legmélyen belül az emberek mindegyike tudja, vagy hiszi, hogy van egy teremtő Isten. Másként fogalmazok, nem tudja és nem is hiszi, emlékszik rá. A lelke, az emberi lélek emlékszik arra, hogy honnan jött, és ahonnan jött, az az isteni szféra, a lelkek dimenziója. Az emberek legmélyen belül ebből legmélyen belül emlékeznek arra, hogy a lelkük Istentől származik. Ez az én véleményem, és nyugodtan lehet velem vitatkozni, de elég jól tudok érvelni emellett. Oké. Az utolsó kérdés, ami jött még, és aztán tovább folytatjuk a misnát. Azt kérdezi Danin, hogy na, akkor egy kanibálon a kanibálok erkölcsisége lesz számonkérés? Bizonyára a saját mércéjük szerint. De ugyanakkor az szerint a talmudi idézet szerint, amit mondtam, hogy minden nép találkozhatott az Isten angyalával, aki felajánlotta neki a Tórát, akkor ezen az alapon pedig nem, ezen az alapon pedig a Noahita hét törvényei szerint lesz a kanibálok számonkérése is. Annak dacára, hogyha megállítasz az utcán egy Pápua Új-Guineában, az őserdőben az utcán egy kanibált, és megkérdezed tőle, hogy mik a noahiták hét törvény, akkor fogalmas lesz arról, hogy mit mond. Oké. Drága rabbi, áldott hétvégét kívánok, önző módon alig... Jaj, a Frigyláda! A Frigyládáról volt, vagy többen kérték, hogy beszéljek a Frigyládáról, és nem csak, hogy beszélek, hanem írtam is egy írást, már ki is tettem a lekvárisgen.blog.hu-ra, és akkor nagyon röviden. Ugye a Frigyláda vagy szövetség, más néven szövetség ládája, vagy Isten szövetségének ládája, többféle néven hívja a Tóra és Józsué könyv a Bibliában. Tehát a Frigyláda, ugye az nem csak Indiana Jonesból, vagy Indiana Jones filmből ismert, vagy lehet ismert, de a valóságban ugye ez egy ténylegesen létező láda volt, amelyet Mózes készített, pontosabban egy Becálel nevű férfi, aki egy művész ember volt, egy kézműves ember, Becálel készítette Isten utasítására a frigyládát. A frigyláda egy téglatest alakú láda volt, amely tulajdonképpen három ládából állt, azaz három láda volt egymásba téve, a külső láda, a legnagyobb az egy aranyláda volt, azon belül volt egy akácfából készült láda, és azon belül volt még egy aranyláda. Tehát ez a három rétegből álló láda volt tulajdonképpen a frigyláda, a tetején pedig volt egy fedél, a körbe egy díszes perem díszítette, a fedélnek a tetején pedig volt két egymás felé forduló kerub, vagy két egymás felé forduló angyal, kitárt szárnyakkal, akiknek gyermek arca volt. Ez volt a frigyláda. A félreértések elkerülésétől a frigyláda nem volt túlságosan nagy. A méretei egészen konkrétan ismertek, hogy a Tóra leírja a méreteit. A méretei, kicsit csalok, mert nézegetem, a hossza 2,5 könyök volt, a magassága, illetve a szélessége pedig 1,5 könyök. Ez a mai mértékrendszerre lebontva, vagy átszámítva 136 körülbelül, mert eltérő vélemények vannak a rabbi között az ősi mértékek átszámolásáról mai mértékre, de vegyük az arany középutat, a Moshe Feinstein rabbiféle átváltó rendszert, az pedig azt mondja, hogy 136,5 centi hosszú volt, és 81,9 cm széles, illetve 81,9 cm magas. Tehát egy durván 1 méter hosszú valami, és 80 cm magas. Nem túl nagy. Nem túl nagy, nem akkora, mint az Indiana Jones filmekben látjuk. Egyáltalán nem akkoranál, sokkal kisebb. 136,6 cm-szer, 81,9-szer, 81,9. De még egyszer, még vannak rabik, akik vitatkoznak ezzel azzal, hogy egy ököl az 9,1 centi vagy nem. Most a Feinstein szerint 9,1 centi, vannak rabik, akik azt mondják, hogy 9,65 centi, van, aki szerint pedig 8 centi, tehát nagyjából ennyi volt, 136,5-szer 81 centi. Oké, okay. Nos, a Frigyládát ugye Mózes készítette, a Wagner Tomás kérdező, hogy mennyi volt a súlya. Ezt ki lehet számolni egyébként, hogy mennyi volt a súlya. Nem láttam ilyen számítást, de minden bizonnyal ki lehet számolni. Hát ha megvan a mérete, akkor ki lehet számolni a súlyát is. Biztos valaki kiszámolta már, de azt meséli a Talmud több helyen is, hogy a frigyládát nem kellett vinni. Ugye a frigyládának volt a négy sarkán volt négy gyűrű, és a négy gyűrűbe keresztül volt rajta dugva két hosszú fából készült bot, és ezen a rúdon szállították a frigyládát a leviták, amikor a zsidók a sivatagba vándoroltak. És azt mondja a Talmud, hogy amikor szállították, akkor nem kellett cipelni a frigyládát, hanem a frigyláda cipelte azokat, akik szállították. Szóval volt valamilyen csoda, hogy Wagner Tomi kérdésére válaszol, hogy milyen nehéz volt, vagy mennyi volt a súlya. Volt egyfajta csoda, hogy a frigyládának nem volt súlya, hanem még azokat is mondjuk repítette, vagy eltűnt a súlyuk, valamiféle archimédeszi csoda folytán, akik szállították a frigyládát. Nem vitték soha szekéren, kedves Wagner Tomi, soha nem vitték szekéren. Egyszer volt a frigyláda szekéren, amikor a filiszteusok elrabolták. Történt ugyanis, hogy még Dávid király kora előtt, amiről olvasunk Sámuel könyvében, hogy Dávid király előtt, Éli főpap korában a frigyládát elrabolták a filiszteusok, pontosabban Éli főpap halála után elrabolták a filiszteusok a frigyládát, nem igaz, Éli főpap halálakor elrabolták a filiszteusok a frigyládát, és kitört egy csomó járvány és betegség a filiszteusok városában, akkor átszállították egy másik városba, ez nagyjából a gázai övezetben volt egyébként, csak jelzem, ugyanabban a gázai övezetben, amely mindig problémás volt, mindig problémás volt a világtörténelemben, mindig a zsidók számára Gáza az mindig egy darásfészek volt, ekkor is a filiszteusok Gázába vitték a frigyládát, és ott kitört egy járvány, akkor átvitték egy másik faluba, ott is kitört a járvány, és akkor rájöttek ezek a jó filiszteusok, sőt, miután még a frigyláda miatt elpusztult az ő bálványuk, volt egy ilyen nagy bálványuk, úgy hívták, hogy Dagán, és ez a nagy bálvány oszlop a templom valamilyen csoda folytán összedőlt, és a templom ripityára tört, akkor a filiszteusok felismerték, hogy a zsidók istene megharagudott, amire elrabolták a frigyládát, és ezért visszaküldték a frigyládát a zsidóknak, és igazából nem volt pofájuk visszahozni, ugye kimerte volna, nem volt pofájuk visszahozni, hanem rátették egy szekérre, és a szekeret vívő vagy vezető lovak egyszerűen visszaszállították a frigyládát a helyére. Oké. Most, amikor a zsidók bevonultak, ugye a frigyláda kísérte a zsidókat a sivatagi vándorlás során, amikor a zsidók bevonultak a Szentföldre, akkor több helyen állomásoztatták ezt a gyülekezés sátrát. A gyülekezés sátra volt az építmény, amelyet Mózes épített még a sivatagban, és amely tulajdonképpen a szentély funkcióját látta el. Különböző helyeken lakott ez a sivatagi sátor, ez a mobil szentély, lakott Gilgálban, Bételben, Silóban, Nobban és még egy csomó helyen, míg végül aztán Dávid felhozta Jeruzsálembe, és majd Dávid halála után a fia Salamon felépíti az első jeruzsálemi szentélyt, és akkor azt a sivatagi sátrat ezt összehajtogatják, beteszik a pincébe, és a frigyláda elfoglalja méltó helyét a jeruzsálemi szentélyben, azon belül is egy helyiségben, amit úgy hívnak, hogy a Szentek Szentje. Most a jeruzsálemi szentély az cirka az egyiptomi kivonulás után cirka 450 évvel, vagy 430 évvel történik. Ugye a sivatagi vándorlás tartott 40 évig, és aztán pedig a bírák kora, ugye amíg Saul király lesz, az kb. 400 évig tartott. Tehát durván 450 évig a frigyláda különböző helyeken volt, többek között ugye ez az említett filiszteusoknál is néhány hétig, vagy néhány napig, majd aztán azt írja Ödön, hogy a zsidók vitték a háborúba, ez nem igaz. A zsidók nem vitték a háborúba a Frigyládát. Onnantól kezdve, hogy a Frygyládának volt egy fix helye, onnantól kezdve nem vitték már háborúba. Amikor elfoglalták az országot, akkor vitték háborúba. Tehát amikor Józsué vezetésével, akkor mindig velünk volt a Frigyláda. Ugye a Jerikó falai csodálatos módon úgy döltek le, hogy a Frigyládát vitték körbe a város körül 7-szer, és még számos esetben szolgálta a zsidókat háborúba. De volt olyan király egyébként, nem igaz, igazad van Ödön, de volt olyan király, aki háborúba akarta vinni magát a Frigyládát, de ezt mindig elítélték a papok, hogy a Frigyláda az nem egy háborús csoda fegyver. Most igen, Ácslaci azt írja, hogy azért tették szekérre, mert Isten azt üzente nekik egy profétán keresztül, mert mint a filiszteusok. Igen, akkor került először is utára szekérre, mert Isten nem akarta, hogy a filiszteusok hozzák vissza a Frigyládát. Nos, még egy érdekesség. A jeruzsálemi szentélyben volt egy legbelső helység. Ennek az volt a neve, hogy a Szentek Szentje. Most a Szentek Szentje se volt egy túl nagy helység, bár ábrázolásokat lehet látni, a rajzokat az interneten, de nem volt tulajdonképpen egy túl nagy helység. 40 könyökször, 20 könyökször, 20 könyök volt a mérete, ami cirka úgy nézett ki, hogy... Ami cirka úgy nézett ki, hogy 1,8 méterszer, 1,8 méterszer, 3,6 méter, tehát durván 3,6 méter volt durván 3,6 méter volt a magassága a Szentek Szentjének, tehát ez egy 2 méterszer 2 méteres helyiség, ami 3,5 méter magas volt. Nem volt túl nagy. Ebben volt a Frigyláda. Volt egy csoda egyébként, amiről a Talmud mesél több helyen is. Az egyik csoda az volt, hogy az említett helység, ez a Szentek Szentje, ez 20 könyök széles volt. Most 20 könyök széles, és középen volt a Frigyláda. A Frigyláda másfél könyök széles volt. Ha a Frigyládának az egyik felétől mérted a falig tartó távolságot, akkor is 10 könyök távolságot mértél, és hogyha másik szélétől mérted, akkor is találtál 10 könyök távolságot. Ami persze lehetetlen. Az egész szoba 20 könyök távos, még egyszer, az egész szoba 20 könyök széles volt. Középen egy 1,5 könyök széles Frigyláda. És ebben az irányban is, meg ebben az irányban is 10-10 könyök volt. Azaz, egy csoda történt, egy csoda folytán a Frigyláda nem foglalt el fizikai helyet. Tehát ott volt, de mégsem foglalt el helyet. Nagyon érdekes történet, amit a rabbik mesélnek erről. Olvassátok el majd a posztomat, ezután a beszélgetés után ki fogom tenni a Facebookra is, a Frigyláda csodái címmel. Írtam most ebben erről a kérdés miatt. Oké. Most pedig nézzük a misnát még egy pár percig. Ugye arról beszéltünk csütörtök, a legutoljára 5. fejezet 12. misna, hogy 4 fajta tanítvány van. Az egyik, aki gyors felfogású és gyorsan felejt, a másik, aki gyors felfogású és lassan felejt, a harmadik, aki lassú felfogású és gyorsan felejt, illetve aki lassú felfogású és lassan felejt. Ugye ebből a legkedvezőbb természetesen az a fajta tanuló, aki gyors felfogású és lassan felejt. Ez a legdicséretre méltóbb tulajdonság egy tanítvány esetén. A a legkellemetlenebb, vagy mi a jó szó, mert ugye az ember nem biztos, hogy tehet róla. A legszerencsétlenebb tulajdonság az, hogyha valaki nehezen tanul és könnyen felejt. Az valószínűleg a legrosszabb. Aki könnyen tanul és könnyen felejt a legjobb, ha meg már nem, a második legjobb az az, hogy nehezen tanul, de nehezen felejt. De valaki nehezen tanul, de nehezen felejt. Az még egy elfogadható. Egy elfogadható tanítvány. Most később a misna majd fog mondani egy olyan gondolatot is, ami szerint többfajta, vagy a tanulókat olyan tulajdonságok közt, van később egy olyan misna, ami azt mondja, hogy a tanulók hasonlíthatnak ahhoz, mint vannak olyan tanulók, mint a szivacs például. Ugye a gyerekek, nekem van egy 1,5 éves kisfiam, és a gyerekek úgy tűnik, hogy úgy tanulnak, olyanok, mint a szivacs. Mindent befogadnak, mindent megjegyeznek, mindent észrevesznek. Ami nem feltétlenül, ami egyébként elég jó tulajdonság, ugye? Mert nagyon gyorsan ragadnak rájuk az információk, nagyon gyorsan tanulnak, Ugyanakkor ennek van egy hátulütője is, az pedig az, hogy mindent megtanulnak, mindent észrevesznek. Hogy az embernek nagyon kell vigyázni a kisgyerek mellett, vagy kisgyerek környékén, hogy mit mond, mit csinál, hogyan viselkedik, miként viselkedik, milyen idegállapotban van. Mert a gyerekek, gyerekek olyanok, mint a szivacs. Mindent megtanulnak. A jót is, ugyanúgy, mint a rosszat. Ami még egyszer, egy áldás egy részről, mert nagyon gyorsan tanulnak, másrésztről egy átok is, mert mindent megtanulnak. Szóval az embernek nagyon kell vigyázni. Később az ember, egy okos ember, vagy egy bölcs ember, később az olyanná válik a tanulás tekintetében, mint a tölcsér. Ugye, mert a tölcsérbe bemegy egy csomó információ, de ki már csak nagyon kevés, vagy ki már csak, pontosabban elnézést, nem mint a tölcsér, mint a szita, az a helyes, mint a szita, amiben rászórod a megőrölt lisztet, és a finom liszt átjön rajta, és felül marad a héja, meg a szérű. Ugye az ember, amikor tanul, akkor igyekezzék szelektálni az információk között. És engedj át, azaz sajátítsa el, vagy tulajdonítsa el azt, ami jó és helyes, és távolodjon attól, vagy taszítsa el magától azt, ami nem követendő. Ugye egy bölcs ember így viselkedik, mint a szita. Aztán van olyan ember, aki úgy viselkedik, mint egy tölcsér. Belemegy egy csomó információ, de szép lassan minden keresztül megy rajta, csak szép lassan. A tölcséren is minden keresztül megy, csak lassan. A szita az egy helyes, a szitához hasonlítani az egy helyes és követendő dolog. Az azt jelenti, hogy az ember az információk, azok között, az információk között szelektál, amelyiket megjegyzi, vagy megtanulja. És csak az megy át rajta, ami megtartásra érdemes. A finom liszt. A jó minőségű információ. Oké, nézzük a 13-as misnát. Négyféle embert is, nézzük meg először héberül. Arba midot benot négy tzedaka. Az adományozás tekintetében is van négyfajta ember. Az adományozás tekintetében is van négyfajta ember. Közben nézem, hogy Bach Csilla azt írja, hogy a nevelő hatása vannak a gyerekek, ez így van egyébként, tényleg. Az adományozás tekintetében is van négyfajta ember. Bocsánat, ezt még múlt héten néztük. Ezt még csütörtökön néztük, elnézést, akkor gyorsan csak. Rocese iten, velo iten, ligitnul ácherim. Ugye vannak olyanok, akik azt szeretnék, hogy mások adjanak, de ő szeretne adni, de ne adjanak mások. Ugye, aki kisajátítja magának ezt a dicsőséget, hogy adjon. Éino rábesel ácherim. Ugye annak az rossz indulatú másokkal szemben. Jitnu ácherimbe hulló iten, adjanak mások, és ő nem ad. Ugye Éino rábeseló. Ugye ő az, aki magával szemben fukar. Jitenve jitnu ácherim, aki van olyan ember, aki ad maga, és azt is akarja, hogy mások is adjanak. Hasid, ez egy jámbor ember. Loiten ve loitnu ácherim rasá, és az pedig gonosz, aki nem ad, és azt se akarja, hogy mások se adjanak. Tehát érdekes, hogy itt is, ugye itt is természetesen logikusan van négyfajta embertípus. Az egyik fajta embertípus az maga is ad, maga is képes adakozni, de nem szeretné, hogy mások is adjanak. Mert az adakozás dicsős, azt szeretné, hogy csak az ő neve szerepeljen az adományozók listáján. Ő legyen az aranyfokozatú támogató. Ő legyen a platinafokú támogató, és ne is legyen ezüst, meg bronz, meg nem tudom micsoda. Vannak ilyen emberek. Ez nem még mindig jobb, mint hogyha nem adakozna, az a legrosszabb, ha nem adakoznak, de még mindig nem követésre méltó. Aztán vannak olyan emberek, ugye az a legrosszabb, aki azt mondja, hogy én nem adok, vagy az is rossz, aki azt mondja, hogy én nem adok, és mások se adjanak. Aki másokat is lebeszél az adományozásra. Jó magyar szokás szerint másokat is lebeszélünk arról. Nem elég, hogy mi nem adakozunk, még másokat is lebeszélünk az adakozásról. Ugye ez ez a legrosszabb. De van olyan, aki azt mondja, hogy én nem adok, adjanak mások. Ez sem túl helyes. És aztán vannak olyanok, aki szívesen ad, sőt, nem csak, hogy szívesen ad, hanem még segíti, még gondoskodik arról, hogy másoknak is nyíljon meg a pénztárcája. Az az igazán helyes attitűd. Ez az igazán követendő attitűd. Ugye, mert ebben az attitűdben, tehát abban az attitűdben, hogy valaki maga is ad, és másokat is arra sarkal, az azt jelenti, hogy az ember felismeri azt, hogy felelősséggel tartozik ezen a világon a társadalomnak, a körülötte élő emberek felé, és felelősséggel tartozik azok iránt, akik szerencsétlenebb sorsúak, mint ő maga. És sajnos az az igazság, bármilyen szerencsétlen is a sorsunk, és bármilyen csapásaink legyenek, sajnos mindig van olyan, akinek rosszabb. Mindig van, akinek rosszabb. Mindig van hova adni lefelé. Mindig. Akármilyen mélyen is vagyunk. Azt írja Wagner Tamás, hogy csendben a legjobb adni, ez igaz, ezt mondja Maimonidesz. Maimonidesz azt mondja, hogy Maimonidesz azt mondja, hogy a Rambam, Moseben Maimon rabbi, ugye 12. századi híres filozófus, azt mondja, hogy az a legmagasabb fajta adomány az nem, amikor az ember adományt ad valakinek, hanem az, amikor az ember munkát ad valakinek, vagy megélhetési lehetőséget ad valakinek. Az a legmagasabb fajta adomány. Nem könnyű adományt adni, hanem hozzásegíteni valakit ahhoz, hogy magától is boldoguljon. Ez az igazi, ez a legnemesebb adomány. Nem hangzik túl jól azok számára, akik csak koldulásból szeretnének megélni, és nem szeretnének dolgozni, de az igazság az az, hogy miért? Mert az embernek a büszkeségét is helyre teszi. Azért, mert az embernek nem csak pénzt adsz egyszerűen, mert ugye pénzt elfogadni, az jelentős csorbát ejt az ember büszkeségén. Aztán persze sajnos, ha már az ember túl sokáig csinálja, túl sokáig van rákényszerülve arra, hogy mások adakozásából, vagy mások adományából élje meg, akkor egyszer csak előbb-utóbb ez a szégyenérzet is alább hagy, de azért legbelül mélyen az ember nem tölti el jó érzéssel, hogyha másokra van ráutalva. Ilyenek vagyunk. Nem szeretünk másokra ráutalva lenni. Hosszú távon semmiképpen. Jól esik a segítség, jól esik, hogyha kezet nyújtanak nekünk, jól esik, hogyha ha segítenek rajtunk, de igazán akkor segítesz rajtam, hogyha ezt büszkén tehetem, hogyha büszkén fogadhatom el a segítséget. És azt mondja a Rambam, hogy ez a legjobb módja ennek az, hogy az ember munkát kínál a másiknak. Feladatot ad. És akkor még egy érdekes gondolat, talán erről majd holnap részletesebben. A feladat az, ami az embert életben tartja, nem a pénz. Nem a hatalom, a siker vagy a vagyon tartja az embert életben, hanem az, hogy szükség van rá. Ez tartja az embert életben. Az emberek akkor kezdenek megöregedni, az emberek akkor kezdenek depressziósak lenni, amikor úgy érzik, hogy nincs rájuk szükség, vagy nem megfelelő módon van rájuk szükség, vagy nem megfelelő módon használják ki az ő tehetségüket, vagy nem megfelelő módon vannak megbecsülve a társadalom által. Azt írja Johann Szimrén, hogy az egyik legjobb érzés, ha adhatok. Ez igaz. Wagner Tomi is azt mondta, hogy az adokozás, ha már az ember nem munkát ad a másiknak, hanem adományt, akkor annak a legnemesebb formája az, hogyha az ember csendben adja. Az ember csendben adja. Azaz nem vár érte köszönetet, nem vár érte hálát, és nem a kóvedját, nem a tiszteletét növeli általa. Az adakozás, az adomány által. Persze, ha azt akarod, hogy ki legyen írva a neved egy kis táblára, hogy te adományoztad, szíved joga, nem veszel az adomány érdeméből, mert a forint az akkor is forint marad. A dollár meg akkor is dollár marad. De még nemesebb, hogyha ezt úgy teszed, hogy csendben, hogy diszkréten, mert akkor az adomány az ténylegesen adomány, és semmilyen hasznot nem származtattál belőle. Márpedig, ha a büszkeségedet legyezteted vele, az valamiféle haszonszármaztatás. Kedves barátaim, holnap este ugyanígy találkozunk, most pedig mindjárt kiteszem a Facebookra is ezt a posztot, de egyébként szerintem az Intex holnap ki fogja tenni. Szép estét nektek, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, holnap este találkozunk.